Mégis megfizeti a golymotorosokra költött uniós pénzt Szanyi Tibor. A szocialista EP képviselő nem az Európai Parlamentnek fizeti vissza mintegy 2700 eurót, hanem állítása szerint jótékony célra fordítja. Az MSZP vezetősége korábban újabb szankciókkal fenyegette meg a politikust, amennyiben nem rendezi a motorosok vendégüllátásának költségeit, amelyet korábban az Európai Parlamenttel számoltatott el. Szanyi Tibor még tavaly ősszel kötött fogadást a golymotorosok vezetőjével, Mészáros Imrével, hogy melyik párt és milyen arányban nyeri majd az áprilisi választásokat. Abban maradtak, ha Szanyi veszít, akkor vendégül látja a golymotorosokat Brüsszelben. Így is történt, de nem saját zsebből állta a költségeket, hanem uniós képviselőként elszámolta az Európai Parlament kontójára. Hogyha ez igaz, akkor komoly fegyelmi eljárás elé néz. A párt el is számoltatta Szanyit, fegyelmit kapott, és leváltották az MSZP-DK közös EP delegációjának éléről. A szocialisták országos elnöksége azonban nem elégedett meg ennyivel. Arra is kötelezték pártársukat, hogy fizesse vissza a golymotorosok utaztatására elköltött 842 000 forint közpénzt. Az ellenzéki politikus azonban pénteken a Hír TV stúdiójában visszautasította a felszólítást. Én semmilyen pénzügyi szabálytalanságot nem követtem el, aminek következtében nekem bármit bárkinek vissza kéne fizetnem. Bocsánat, de Tobias József azt mondta, hogy önnek ezt meg kell tenni, vissza kell fizetni. Hát ezt mondta, én meg azt mondtam, hogy nem. Hát most ilyen egyszerű a történet. Ezután az MSZP elnöksége közölte, ismételt etikai eljárás indulhat Szanyi ellen, és ki is zárhatják a pártból. Ez a mi dolgunk, meg Szanyi Tibori. De egyébként visszahívták volna, hogyha nem fizeti be? Nézze, a párt ebbe döntött, úgyhogy ezt Szanyi Tibor is a párt el fogja intézni. Nem hiszem, hogy ez túlságosan érdekelné a Hír TV nézőit és önt. A frakciülésről távozó Korózs Lajos, az MSZP elnökségi tagja még ennél is durvább stílusban válaszolt a kérdésünkre. Hogy miért pirítottak? Ne szórakozzál vele! Mi történt, képviselő úr? Történt valami baj? Mi a problémája? Korozs Lajos később még visszaszólt stábunknak, majd elszaladt. A pártelnök a történtek után is bízik Szanyi Tiborban. Támogassa az éhező gyermekeket, támogassa azoknak, fontos az, hogy lássa, hogy hogyan működik az Európai Parlament. És hogy fogják ellenőrizni, hogy ezt befizette, ezt az összeget, vagy jótékony célra fordította? Nem kell ellenőrizni, nekem az adott szava elég. Igen. Igen. Szanyi Tibor végül SMS-ben írta meg, hogy fizet, amint egy 2700 eurót jótékony célra fordítja. Hírekkel legközelebb 8 órakor várom önöket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.